szeretettel köszöntelek benneteket. Folytatjuk a beszélgetésünket. A témánk foganás, fogantatás, szaporodás és az ehhez kapcsolódó programok. Ezen belül az önbecsülésről, női önbecsülés, férfi önbecsülés, amit a mai nap szeretnék kiemelni. A női oldalt képviselem, és akarom, hogy tudjátok, hogy milyen fontosságú az, hogy nőként a saját önbecsülésünk az a helyén legyen. Nagyon sokat beszélgettünk erről. Kiemelt jelentősége van, hogy nőként a helyeden tudj lenni. Abba azon az egyenesen, azon az egyensúlyi ponton, ami önmagad számára méltó. Hogyha nőként az önbecsülésed az letörik, megengeded, hogy lebecsüljenek, aláértékeljenek, akkor igazolt tény az, hogy a petefészek érintetté válhat. Petefészek érintettség esetén pedig ciszták alakulnak ki, a tűző érintetté válik, tehát ez egyenes útja lehet, oda vezet, hogy a foganás akadályoztatottá válik, ami egy természetes dolog, és úgy is kell lennie, mert ezt rendbe kell rakni. És ez egy nagyon fontos mérföldköve, egy nagyon fontos lépcsője, állomása annak, hogy a saját becsületünk nőként a helyén legyen. Amíg fut egy program, hogy kicsinek érzem magam, kevésnek egy adott dologhoz, egy életszituációhoz, egy megoldandó problémához, akár párkapcsolatban, akár az élet bármely területén, akkor igazolt tény az, hogy a hipofízisen keresztül a hormonegyensúly megváltozik, homeosztázis befolyásolja a fizikai szervezetünket, azonnal hat, és akár spontán vetéléshez vezethet, de a fogantatás megakadályozza. És ez is egy természetes mód, ez így van rendben. Nem mindenkinek való az, hogy fogadjon, mert nagyon sok mindent érdemes és kell rendbe tenni ahhoz, hogy egy gyermek egyensúlyban a saját életprogramját követően megszülethessen. Béla, mit gondolsz, és mi az, amit te tudsz, a te tapasztalatod? Én nem hiszek ezekben, sajnos. Nem tudok hinni. A női önbecsülés, vagy az emberi önbecsülés, egyáltalán az ember megbecsülése, az soha nem volt jellemző az emberiségre, tehát az egész így hablatja. Ez így hablatja az egész. Nem ismerek olyan történelmi kort, ahol az ember valóban úgy lett volna érték, hogy az élet csodája. Tehát azt soha nem fogjuk elérni. Ebből következően annak az esélye, hogy egy ember valóban tisztában legyen az emberi méltósággal, az emberi önbecsüléssel, az élet megbecsülésével, annak nagyon minimális az esélye. Viszont a társadalmat működtetni kell, és ezért kutya kötelessége az emberiségnek szaporodni, szaporodni, túlszaporodni. De ez nagyon fontos. Az önbecsülés már ott meghalt, ahogy az ősbizalom eltörik. Az önbizalom, az önbecsülés már ott egy eltaposott mag, amikor nem kívánt magzatról beszélünk. Akkor, amikor a fülünk, illetve a halántéklepenyünk és a hipofízis között folyamatos, permanens kommunikáció van, és egy rosszul gondozott gyerekről beszélünk, akkor már az önbecsülés sántít, biceg, nem fog kialakulni. Tehát gyakorlatilag visszamenni a paradicsom előtti állapotig, szóval ez azért az emberiségnek egy nagy illúzió. Jó belekapaszkodni, de illúzió. Beszéljünk sokkal konkrétabban. Mert a hablatyból elég, főként a spirituális, meg mindenféle hablatyokból. Az ember egy törékeny élőlény, mint minden élőlény törékeny.
bármilyen sérelem és trauma éri, akár a foganásnál, akár a ő maga foganása előtti két foganással, tehát a nagymamát, az nála megjelenik. Magyarországon például megfigyelhető a cselédirítség, a cselédszorongás. Kész. Akkor az nem derűvel történő szaporodás. Megfigyelhető, hogy abban a pillanatban, ahogy egy nőstény szaporodik, bekapcsol benne a familiáris és az új genetikai territórium összes program lehetősége, és nem is biztos, hogy jó anya lesz. Jó anyának indult, még mielőtt lefeküdt volna férjével Józsival. Mert Józsi álmai mi? Voltak, álmai voltak. Istenem, mi legyek a legjobb anya. Aztán ütivágja a gyerekét, ahogy megszületik a gyerek. Miért ütivágja a gyerekét? Mert hülye. Mert nem honnan figyelt ő? Oda. Mert nem figyelt oda, hogy neki nem volna szabad szaporodni. Hát ha emlékszem, hogy hogy bánt velem az anyám, emlékszem, hogy anyámmal hogy bánt a nagyanyám, akkor miből gondolom, hogy én tudok másként bánni a kölkömmel? Ha velem rosszul bánt az apám, alkeszolt az apám, miből gondolom, hogy egy jó palit tudok magamnak választani? És egy jó palitól fogok szaporodni. Tudományos tény. És nem csak Tübingenben meg itt ott vizsgálták, és most Brüsszelt itt kihagyom. Maga az a tény, hogy a nők, ha szexualitásról van szó, az élvezetek élvezete, akkor mindig bűnözött választanak. Y-kromoszóma rendellen eset. Ha viszont családol, akkor alacsony tesztoszteronú hímet választanak. De mindig a bűnöző alkatúakkal, vagy jelleműekkel, vagy Y-problémával rendelkező hímekkel csalják meg a nők a férjeiket. Most persze bele van értve az a agresszív barom is, aki már férj, és valójában csak egy pihás üveg, vagy akármi, miért marad mellette a nőstény? Egy nőstény miért nem védi meg a gyermekét a férjével szembe? Azért, mert libidotropisztikus a kötődés a férjéhez, és erre képes beáldozni a gyermekét. Ez mit jelent a gyakorlatban? A gyakorlatban? Amikor anyák beküldik a lányaikat az apjukhoz, mert az apjuk megkívánta a lányaikat, és ők tudnak róla. Amikor az apuka veri a fiát vagy a lányát, és az anyuka elkezdi lakkozni a körmét, vagy kimegy a szomszédba. Ez a büdös kölök olyan rossz, hogy már szólnom kellett az apjának. Az anyuka nem bír a saját gyerekével, és megvereti a férjével. Vagyis elárulja permanens árulás. Ebből soha nem lesz. Tehát, hogyha te annyira méltóságot akarsz, akkor miért veszed el a gyereked méltóságát? Azzal, hogy nem véded meg? Azzal, hogy idegen hím bántatja a gyerekedet, és erre nem megvéded a gyerekedet, hanem te is bántod. Onnantól annak a gyereknek nincs létjogosultsága. Ez fog beivódni, ez fog felszívódni. Akkor itt hogyan építsünk ki méltóságot? Hogyan? Én egész életemben gyereket akartam, mondja nekem az anyuka. Tényleg? Akkor mi veri bottal? Mert olyan büdös rossz. És mondom, hogyha megcsinálnánk ezeket a teszteket, mi a véleménye? Megcsináltuk a teszteket? Hát szexuálisan aberrált anyuka. Aki azért azt nem merte felvállalni, hogy molesztálja a kisfiát, hanem inkább megverte helyette. Most ennek a fiúnak hol lesz méltósága? Önbizalma. Félni fog a feleségétől. Mert olyan nőt fog választani, aki hasonlít az anyjára. Borzalmas lesz. És mit tehet az a férfi, vagy az a nő, aki felismerte ezt? Vagy legyen öngyilkos,
lője főbe magát, vagy vegye nagyon komolyan. És hogyha nagyon komolyan veszi, akkor nagyon komolyan menjen terápiába, kőkeményen dolgozzon, és ne kezdjen el hisztizni, hogy azt tanácsolja neki a terapeuta, hogy drágám, elég magának egy gyerek, vagy elég magának két gyerek. Mert akkor az úgy való. De én elterveztem már az óvodába, hogy lesz négy gyerekem, két fiú, két lány. Borzasztó. Van három lány, egy fiú, kell, mert azt terveztem, hogy két fiú lesz. És üti, vágja őket. Tehát, ha ő változni akar, akkor terápia, sőt, hogyha azt merem mondani, mi volna, ha elválnának? Azt nem lehet. Mert olyan a társadalom szerkezete, hogy a társadalom szerkezete megakadályoz abban, hogy neked legyen méltóságod. Ha visszaszólsz a főnöködnek, kirúglak. Ha a szakszervezetbe tömülülsz és szájkoltok, kirúglak. Elégedetlenkedsz, kirúglak. Nem kapsz munkát. Tehát mit csinálunk? Prostitúció jön létre. Társadalmi prostituált az egész banda. Tehát akkor az egyik alapköve a méltóságnak az, hogy társadalmilag ezeket a téves elvárásokat, hitrendszereket rendbe kell tudni rakni. Nem vesszük le az egyén felelősségét. Egy nősténynek, ha valóban nő, akkor tudnia kell, hogy érette a szaporodása, vagy én nem. Ha azért szaporodsz, mert el akarsz otthonról menekülni, a csajoknak legalább 40%-a így házasodik, megy hozzá Sanyihoz, a Gyóskához, és az a biztosíték, hogy szül, és akkor most már senki nem ugathat. Tehát, hogyha a nő így gondolkozik, akkor baj van. Ha úgy gondolkozik, hogy amíg nem szülök, addig értéktelen nő vagyok, gáz van. Holott én nem arról van szó, hogy értéktelen nő vagy értéktelen férfi, hanem értékes az ember, vagy nem önmaga számára. Ez nemtől független. Arra pedig neked kell megtanítani a gyereket, hogy ő tudja, hogy ő értékes. És nem számodra, hanem az élet számára értékes. De nem ezt tesszük, hanem a társadalomra idomítjuk a gyereket. Aztán azért tanuljál, hogy jó állásod legyen, sokat keres, ne legyél olyan senki, mint a többi. Ezzel már is megteremtettük az életben egy társadalmi hierarchiát. Tehát akkor az egyénen múlik, az egyéni felelősségvállalás az megkerülhetetlen, az egyénnek a helytállása megkerülhetetlen, és az a tartós... Persze, itt a társadalom is itt van, persze. Tehát miért nem vonulnak ki az anyukák rendesen, most, amikor idióta gyáva tanárok vannak, az anyukák miért nem vonultak ki, hogy védjék a gyerekeiket úgy a tanárokkal, mint a beteg társadalommal szemben? Mert nem volt egyéni felelősségvállalás? Nekem ez a véleményem, vagy mert gyávák félnek. Érthető? Tehát az egésznek az a... Ez úgy el van már rég rontva. Úgy el van rontva, hogy ihaj. Hogyha képes azt mondani egy pap a templomba a hülyeségeit, és ezt elhiszik az anyák, és nem védik meg a hittanon bántalmazott gyereket, akkor nem beszélünk anyáról. Akkor azt felejtünk.